gyakori probléma, hogy ha egy új jövevény jelenik meg a családban, akkor különösen, hogyha a kutya már benne van a korba, tehát ugye egy 7 éves kutya az már bőven felnőtt, érzékeli azt, hogy itt bizony fontossági sorrendváltozás történt, tehát ugye nyilvánvalóan egy kisbaba érkezése az a családot megváltoztatja a fókusz, tehát többnyire nem a kutya van már ilyenkor a középpontban, hanem a baba. Valóban ilyenkor a kutya ebből, amit a kedves internetező írt, azt lehet mondani, hogy a kutya vagy féltékeny, vagy pedig elképzelhető az is, hogy egyszerűen csak szeretne foglalkozni a gyerekkel. Tehát nem tudom, hogy a kedves kérdező kipróbálta-e azt természetesen felügyelettel, hogy mit csinál a kutya, hogyha mondjuk megmutatják neki a babát. Tehát, hogyha a babát leállítják a kutya szintjére, a szőnyekre, és megmutatják neki, akkor hogyan viselkedik a kutya, tehát örül neki, szeretné ugye megpuszilgatni, stb. Vagy pedig féltékenyen viselkedik, és igyekszik mondjuk oda tolakodni a gazdi és a kisbaba közé. Tehát ugye ez eldönti azt, vagy ad valamiféle információt arra nézve, hogy a kutya elsősorban féltékeny, vagy elsősorban nagyon szeretne a gyerekkel foglalkozni. Ugye könnyebb a helyzet, hogyha a gyerekkel egyszerűen csak játszani szeretne a kutya, mert akkor nincsen semmi rossz abban, hogy de nagyon hangsúlyozom, hogy szülői felügyelet mellett, vagy felnőtt felügyelet mellett játszhassanak egy kicsit együtt, a kutya ne legyen, hogy úgy mondjam, izolálva a kisbabától, de hogyha azt látjuk, hogy a kutya inkább féltékeny, tehát szeretne mindenáron ő a középpontban lenni, és a gyerek és a felnőttek közé ékelődni, akkor sajnos még jó ideig ezt a, hogy mondjam, nagyon óvatos és körültekintő, hát ugye elszeparálását a gyereknek és a kutyának meg kell tenni, hiszen itt a féltékenységnek lehetnek olyan további következményei, hogy a kutya esetleg még bánthatja is a gyereket.